A kosárlabda extraligában Komárom és a pozsonyi Inter csapata harcol a bajnoki címért. A negyedik mérkőzés a pozsonyi Hunt Arénában zajlott, ahová több mint 300 komáromi szurkoló is elkísérte csapatunkat. Idehaza kivetítőn Söröcske mellett is lehetett rukkolni a csapatunknak. Pozsonyban szoros volt a mérkőzés, csak a hosszabbítás után nyert az Inter 2 ponttal, 97-95 arányban. Szombaton az 5. mérkőzéssel Komáromban folytatódott a 4 győzelemre menő sorozat. A komáromi szurkolók 6. játékosként buzdítva a csapatot, óriási erőt sugároztak a játéktérre. Ennek meg is lett a hatása. Kosarasaink ezen a találkozón tudásuk legjavát nyújtva, hihetetlen erőbevetéssel, nagy szívvel, és ami nagyon fontos, ezúttal nagyon fegyelmezetten játszottak. Csak a 2. negyed néhány percében nem ment igazán a játék. Egyébként végig a hazai csapat tartotta kezében a játék irányítását, és végül megérdemelten győzött 88-81 arányban. A bajnoki címért folyó sorozatban a komáromi együttes 3-2 arányban vezet. 1 győzelemre van a bajnoki címtől. A mérkőzés végén a szurkolók hosszú-hosszú percekig éltették kedvenceiket. A 6. összecsapásra szerdán ismét Pozsonyban kerül sor. Jó lenne már ott bajnokot avatni, de ha nem, akkor idehaza Komáromban a 7. mindent eldöntő mérkőzésen.